Hihetlen Szent Miklós, különc falu, különc történelemmel a Kisküküllő jobb partján. Szűk kétharmada még mindig magyar nemzetiségű, míg a szászoktól mentesített környezete román és cigány többségű. E mély szórványban áll egy kastély, amely a Bethlen család jelképe. Megtestesíti mindazt, amit a főnemesek 900 év alatt Erdélynek és a magyarságnak jelentettek. A kastély az egyik leghíresebb Bethlen, az emlékíró és építész forradalmár Miklós műalkotása. Az Erdélyért buzgolkodó államférfi a 17. században megújította a nemesi várépítészetet, könnyed, vendégszerető lakot emelve a Küküllőnél. Amikor ez a lak a zsidvei állami gazdaság tulajdonába került, a falak közé új világ telepedett. Működött itt TS-iroda, óvoda, börtön, mészárszék és pezsgőérlelő üzem. S a kifinomult betleni szellemnek leáldozott.